Halihó nézők, még mindig az Orbán és Fidesz búcsúztató rendezvényen vagyunk. Most már elvileg el kellene kezdődnie, de a főszereplő Orbán, aki itt a reméljük a búcsóbeszédét mondja el, ő még nem érkezett meg. Most itt vagyunk egy fő utcán, ahonnan jó eséllyel itt fog majd bemenni. Meg is jön is Orbán Viktor, kérem a hangosítást. Laci. Diktátor! 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 Hát ennyire fosik Orbán Viktor, nézzétek meg, kedves nézők! Több rendőrautó kíséri, és megy be itt a színpadhoz. És még azt is megmondják, hogy hova álljunk egy lezárt területen. Még egy villogos autó, tele rendőrökkel, néhány Fidesz hívő is itt van. Nem olyan nagy probléma ez. Az a lényeg, hogy most azt mondják, ha ez diktatúra lenne, azt mondják, hogy nem diktatúra, de húzzak a picsába, és azt mondják, hogy ez nem diktatúra, de nézzétek meg, a nyakam még mindig piros az előző folytogatástól, mert ezek a fideszesek úgy gondolják, hogy csak ők mondhatnak bármit, tehát nem mondhatja el az ember a véleményét. Hát örülök neki, hogy legalább ilyen szinten sikerült eljönni ide, és nem volt hiába való ez a mai készülődésünk. Mindenkinek azt javaslom, tapsot is kapunk a fideszesektől. Nagyszerű, ez egy elismerés. Mindenkinek ezt javasoljuk, és higgyétek el, kedves nézők, hogyha sokan ezt csinálnátok, és ellenünk szövetkező diktátorok, pénzhatalmasok, politikai hatalmasoknál véleményt nyilvánítanátok állandóan, akkor nem lenne ilyen nagy a szájuk nekik, és bizony... Igen, kedves nézők, nem tudom, meddig hallottátok, hogy ahol Orbán bevitték egy szűk sikertoron a színpadhoz, megint beindult a teknek a zavaró rendszere. Emlékeztek, Orbán házánál, illetve 60 pusztai háznál gyakran kikapcsol az élő közvetítés, úgyhogy most megpróbálok megint közelebb menni ahhoz a helyszínhez, ahol Orbán Viktort bevitték, ugye Anita és Sándor Laci ott maradt, a többi sárgapólós egy másik helyszínen várta, amit szintén úgy láttunk, hogy akár az is lehet, ahol Orbán Viktort be fogják vinni. Nyilván a színpad közelébe mi nem tudunk menni, mert akkor az van, ahogy mutattam nektek itt, nem tudom mennyire látszik, Anita szerint nagyon piros a nyakam, össze van csipkedve a hátam, mert ezek a fideszesek ilyen demokráciát tartanak fönt, hogyha kimered mondani a véleményedet, akkor megpróbálnak eltiporni. Ha vége lenne a közvetítésnek, mert megint megszakad a tekes autók közelében, akkor már nem jelentkezünk újra. Ha még valami izgalmas lesz itt, akkor újból jelentkezünk, de azt kezdtem el nektek mondani, hogy ha rendszeresen sokan oda mennétek a döntéshozó közelébe, akkor bizony hamar változás lehetne, mert ott el tudjátok úgy mondani a véleményeteket, hogy biztosan meghallják. Ugye itt voltak mások is, akik zászlókat tartottak, feliratokat tartottak, tehát így van, így kell ezt csinálni, meg kell érinteni őket, nézzétek meg, az utca lezárva több rendőrautóval, rendőrrel, tekesekkel, és Orbán pedig belopták a színpadhoz. Most egyelőre visszamegyünk, ha lesz még ma valami érdekes, akkor természetesen jelentkezünk. Ide értem közben Anitáékhoz, még nem szakadt meg az adás. Ne felejtsetek el elmenni szavazni az esélyes ellenzéki jelöltre, mert Orbánt így lehet leváltani, és a Fidesz diktatúrát így lehet eltakarítani egy életre. Menjetek, csináljátok ti is, ami nagyon fontos, megmutatok egy közös képet most éppen. A többiek hősként máshol várták, hogy hát, hogyha ott találkozhatnak Orbán Viktorral, most ez nekünk sikerült, de látjátok, megint megtaláltuk azt, hogy a közelébe legyünk, mint ahogy Szigetszentmiklóson is megtaláltuk, mert mi nem félünk, mi demokraták vagyunk, valódi demokráciát szeretnénk, az meg annyit jelent, hogy a diktátoroktól nem ijedünk meg.